Hogyan építsünk a Balaton parton? Ez volt a központi kérdése 2023. október 7-én, annak a beszélgetésnek, amit a Balaton-Almádi Pannonia könyvtárban tartottak. Kiindulópontként pontként Vecstein Domonkos építész 2022-ben megjelent Balatoni építészet stratégia keresés a 20. században című kötete szolgált. Vecstein Domonkos a Budapesti Műszaki Egyetem urbanisztika tanszékének egyetemi agyunk Kutatási területe pedig a Balató régió tervezés története. A pódiumon helyet foglalt még Horváth Gergely történész, Fábián László grafikusművész és Berki Bálint Balaton almádi főépítésze. Nekem az volt a célom, hogy ne csak az egyes épületeket ismerjük meg, hanem azt a több lépték szintű tervezési folyamatot, ami a 20. században kialakult. Tehát ez volt az az időszak, amikor megjelentek az átfogó, az egész tájegységet egységesen szemlélő regionális tervek, és ezeknek az elkészítésében az építészek nagyon meghatározó szerepet játszottak, és ezzel összekapcsolódva készültek el a településeket és rendezési tervek is, majd az építészeti projektek. Egyre inkább kezdett beépülni a tópart, ez egyre nagyobb kihívást, problémákat jelentett, és szükségessé vált, hogy ne csak építészetben vagy települési szinten gondolják végig a tópart helyzetét, hanem átfogóan az egész tájegységről legyen egy vízió. Ugye az első ilyen terv, ami elkészült, és hát ennek a könyvnek is a, a középpontjában ez a terv áll, ez ugye 1957 8 ban készült el, ez volt a Balatonnak az első regionális terve, amit Farkas volt akkori főépítész készített el, és ez egyből nem csak itthon vált nagyon újszerűvé, meg érdekessé, hanem a nemzetközi szakmában, nyugat európában is visszhangot váltott ki, mert korábban ilyen átfogó tervet egy, egy természeti tájegységről nem nagyon készítettek. Hogyan lehet azt az ellentmondást föloldani, ami szinte lehetetlen, és ugye mai napig ezt látjuk, hogy itt vagyunk a természeti környezetnek a, 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 az ölelésébe, de hát egyből elkezdjük ezt beépíteni. Aztán ugye a, a korszaknak a politikája, a gazdaságpolitika másképp fordult, és egyre nagyobb léptékű házakat építettek. Itt azért van egy nagy ellentmondás, és ez is nem véletlen, mert hát a politika, a, a korabeli a gazdaságpolitika minden képzelette volna, hogyha egy több külföldi tud ide jönni, az ő számukra megfelelő hotelek állnának rendelkezésre. És hát ez igazából szétfeszítette azt a tervezést, ami korábban azért próbált valami fajta egyensúlyt találni építészet és természet között. És hát mai szemmel nézve sokan ezeket a nagy toronyhoteleket látják, és a korszakot is ez alapján ítélik meg. Holott azért itt sok olyan kisebb épület valósult meg, főleg az első években, ami mindenképp sokkal kvalitásosabb. Az nehéz, hogy hogy önmagukban a tervek, akármilyen terveket is csinálunk, azok nem fognak megoldást adni. Tehát nagyon sok múlik itt a, a, a építészeken, főépítészeken, nagyon sok múlik a helyi önkormányzatoknak a szemléletmódján, értékítéletén, hogy ők hogyan, milyen eszközökkel próbálnak meg megőrizni értékeket, és nem üdvigylem őket. Ugye az nagyon nehéz, hogy a Balatonpart egy országos jelentőségű turisztikai övezet, amin óriási fejlesztői nyomás van. Tehát ugye itt folyamatosan jelennek meg tervek, vannak elképzelések, hogy hogyan lehet egyre nagyobb épületeket adott esetben elhelyezni, ugye van érdeklődés is a vevők részéről, tehát ez egy nagyon komoly kihívás, és hát az önkormányzatoknak azért nagyon részen is kell lenni, meg sokszor nem is áll meg felelő eszköz a rendelkezésükre, hogy, hogy adott esetben beavatkozzanak. Ugye sok ilyen ö, civil tiltakozást lehetett hallani az elmúlt években, amelyek hát ezt a feszültséget ö, mutatják, hogy itt azért ö, különböző érdekek ütköznek, úgyhogy ö, ez nem egy könnyű helyzet. Én abba bízom, hogy ö, hogy talán most már minden résztvevő szereplő fölismeri azt, hogy ez egy kiemelkedő közösségi, illetve természeti érték. Elsősorban természeti érték. És én azt látom, érzem, hogy a Balaton évek óta küldi a vészjelzéseket. És hát ebben azért az építészetnek, az épített környezetnek nagyon nagy szerepe van. Tehát az, hogy egyre nagyobb felületeket burkolunk le, egyre több autó jelenik meg. Ezek nem tűnnek nagy dolognak, de az ökológusok nagyon erősen kongatják a vészolangot, hogy ezzel pont azt a nagyon érzékeny ökoszisztémát, hálózatot szaggatjuk szét, ami a tó élővilágát még valamelyes életbe tartja. De hát azért így is már igazából a halak nem tudnak szaporodni a Balatonba, tehát nem állnak rendelkezésre megfelelő minőségű élőhelyek, ezt egy ilyen állandó utánpótlással kell biztosítani, ami hát nem egy természetes állapotot mutat. Nyilván az építészet ebben keveset tud tenni, leginkább ugye azt lehet tenni, hogyha valami fajta visszavonulással elkezdünk kalkulálni. Tehát egy ilyen taktikai visszavonulás, ami adott esetben bizonyos területeknek a nembeépítését, vagy rekultivációját jelenti, tehát hogy azok nem úgy tekintjük a jövőbe, mint új fejlesztési terület, hanem inkább a természetnek adjuk vissza, az nagyon fontos lenne. Hát ebben azért, hogy mondjam, nem vagyok annyira bizakodó, mert nyilván az emberi önzés az mindig erősebb annál, és hát nagyon nehezen mondunk le területekről. Ugye, hogyha egy területet egyszer már privatizáltak, eladtak, utána az nehezen visszanyelhető. A rendezvény a Privát Balaton projektet életre hívó Balatonfüredi Liptán Gábor Városi Könyvtár szervezésében a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásával valósult meg.